Dobro, Olevski Spartak, itt a Dnyepr, Dnyepropetrovsk támad. Nem csak támad, gólt is szerez, a csapat egyetlen válogatottja Litovchenko. Egyet igazít rajta, jól eltalálja hozzá, és ér úgy látom innen hátulról a hátvédhez. Rövid ujjúban játszanak fekete-fehérben, hogyha nézik a kedves nézők, a szovjetek. És most egy kapáslövés. Valcsev, illetve Velev volt, Rocsev cselezett a jobb oldalon, 1-1. Remekül eltalálja. A román Szalomíra mérkőzés vezetője. Megint, mint az előbb, jobbról beadás, egyből lövés, csak ez nem Velev, hanem Valcsev. És a másik sarokba megy, ennyi a különbség. 2-1-re vezetett fél időben a Levski Spartak. Szabadrugáshoz jut a bolgár csapat. Gyönyörűen véd a kapus, de bepattan a labda. A hátvédek közelről nézték. Fantasztikus reflexel a nagyon erős, léc alá tartó fejes. Három egy a Levski Spartak javára. Újabb bolgár támadás. Már a 16-os vonalán a bolgár támadó játékos. És a mozdulatból nyilván tudják, hogy nem lett 11-es. Elgázolja őt az ellenfél. 3-1-nél is hajtanak tovább, de csak helyzetbe kerülnek már, itt már a kapcsolatban.